Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. fejezetéből a következő ige szakasszal. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. A Szentlélek Isten vezette Pál apostolt, amikor Aténból Korintusba érkezett, és az ott élőknek hirdette az igét. Azt olvassuk, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett. A görög szöveg valami olyan belső kényszerként írja le ezt az indulatot, ami Pálban volt az ige hirdetése iránt, ami szinte szorongatta, szinte kifeszült belőle, hogy szólhasson róla. Nem nehéz párhuzamot vonni a szintén az ige által szorongatott, belső szent kényszertől hajtott Luther Mártonnal, aki szintén az ige hirdetésének szentelte magát. Olyan elhivatottan, olyan radikális módon a szent írást, Isten igéjét állította középpontba, ami már sajnos újdonságként hatott saját korában. Pedig nincs más alap, mint a testélet ige. Az első korintusi levélben olvassuk, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ehhez az igei alaphoz, ehhez a forráshoz akart visszatérni, és téríteni másokat is. De más dolog átérezni ezt a belső szorongattatást, szent kényszert az ige hirdetésére, és más befogadni azt. Látjuk Pál esetét, amikor a filippi gyülekezet egy jelentősebb adománya után felhagyott a polgári foglalkozásával, a sátorkészítéssel, és ezután a hét minden napján taníthatott a zsinagógában. Leomlottak az akadályok a külső körülményeket tekintve, de az emberek szívében annál magasabbra nőttek. Jézus példáját követve fontosnak érezte Pál, hogy először a választott néphez szóljon. Azonban minden igyekezete ellenére voltak a zsidók között, akiket felbőszített a Jézusról, mint messiásról szóló tanítás. Farahány borsó volt a bizonyságtétele a zsinagógában arról, hogy Jézus a Krisztus. Ebben is megláthatjuk a párhuzamot Luther életével és munkásságával, mert amikor a szép jövő, jó megélhetés előtt álló jogász hallgató Luther a szerzetesség az Istennek szentelt élet mellett döntött, és kinyílt előtte a lehetőség a Szentírás mélyebb tanulmányozására, ő sem akarta magának megtartani mindazt, amit megértett, hanem szólni akart, megszólítani korának egyházát, elöljáróit, egyenesen a pápát, mint az egyház fejét, mert úgy gondolta, hogy nekik együtt a feladatuk az, hogy visszatérjenek az ige forrásához. A reformáció egyik alaptanítása, a sola scriptura, egyedül a Szentírás elve, ami szerint a Biblia az a mérce, amelyhez a személyes és a közösségben megélt keresztény életünket is mérjük. Ennek az elvnek a mentén haladva pedig a Biblia szerzőit ihlető és az életünkben is munkálkodó Szentlélek Istent ismerhetjük meg, aki megerősít, aki emlékeztet, hogy mit jelent a hétköznapok valóságában kézbe venni a Bibliát, meríteni belőle és a szívünkben az ige örömével élni. Amen.